Sziasztok, ez itt a Wolf Áramlat speciális kiadása, egész héten tartsatok majd velem. Itt vagyunk a 28. Sziget Fesztiválon, több mint 2 évet kellett várni ahhoz, hogy ez most létrejöjjön. Több mint 50 helyszínen lesznek zenei és egyéb kulturális összművészeti programok, illetve több mint 50 országból jönnek majd előadók, és ha jól tudom, akkor több mint 100 országból vásároltak jegyeket az idei Sziget Fesztiválra. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit fogunk majd látni. Come on! Azt mondja a tábla, hogy annyi a világ, amennyit beletöltesz. A mi kérdésünk az annyi, hogy mennyiért töltjük bele azt a világot abba, amit beletöltünk a pohárba. Szervusz, kérlek, mennyibe kerül egy korsó sör itt nálatok? 1290 forint. 1290 forint, és ebben már plusz egy pohár. És mennyi a plusz pohárnak a díja? 600 forint. 600 forint. És azt utána visszaváltjátok, hogyha vége van a szigetnek? Természetesen. Ha akarják, akkor visszaveszünk, hanem akkor el is nézünk. Aha, és akkor adtok valamilyen kis kupont, vagy valami? Kis piros tokent a bőka. Most tök őszintén, hogyha te kapnál egy ilyen tokent, mondjuk délután 2-kor, és bulizol 2 napig, akkor te azt a tokent azt berakod valahova, és megtartod, hogy vissza tudjad kapni? Nem viszont. Miket lehet itt nálatok kapni? Feltételezem koktélokat. Igen, koktélokat, rövid italokat, long drinkeket, üdítőket, vizet, igazából sört. Mennyibe kerül például egy fél literes víz? Fél literes víz 850, ha jól tudom, de hát elég húzós. Ez a boltban 190 forintba kerül. Koktélok milyen árban vannak? 4000, 5000, 6000. És leginkább magyar vagy külföldi vendégeket vártok? Külföldieket. Hat darab standunk van itt a sziget területén. Ezért ugye mi bizonyos összeget ugye mi kifizettünk ilyen kizárólagosság régén a szervezőknek. Mennyibe kerül nálatok egy pizza? Igen, az ár. 1990 most egy szelet pizza, de mi is, amikor árat kalkulálunk, sajnos a költségek, amik ezzel a bizniszzel járnak, azok igen magasak, és mi is nagyon nehezen hozzuk meg ezeket a döntéseket, és mi is sziszegünk, amikor ki kell írnunk ezeket az árakat, mert tudjuk, hogy a magyar közönségnek ez egy kicsit fájó pontja, az ár. Ezt mi is tudjuk, de sajnos olyan háttérköltségei vannak ennek a dolognak, hogy egyáltalán mi ide jöhetünk és dolgozhatunk, amiket ugye nekünk is meg kell termelni. Tehát a leadónak már egy bizonyos százalék, amit szintén kifizetünk, illetve nem kevesen tudják, hogy az összes alkalmazottunknak, aki itt bent dolgozik a pultban, meg kell vennünk a jegyet. Tehát ők nem ingyen vannak itt, hanem minden egyes alkalmazottnak vennünk egy belépőt ide egy hétre. Sétálgattunk, és egyszer csak szembe futott. Egy kis dobra, lecsücsülünk, csücs! Unicorn Bistro, Zsoltikám, egy teljesen más minőségben látunk ki téged. Úgy finoman kérdezem, mi a f*** keresel itt? Fura látni, de dolgozni a youtubert. Hát ez ilyen, azt szokták mondani, miért mit csinálsz, az munka. Nem munka. YouTube sem munka, ez sem munka. Ide kijövünk, bepiálunk, bedrogozunk, fetrengünk, ennyi az egész, és néha interjúkat adok. Hát ebből áll a hét. Nem, az igazság az, hogy már 72 órája applikálom, eltörtem az egyik ujjamat. Már nyitás előtt állt a sor, kinyitottunk, és azóta nem tudunk levegőt venni. Mit árultok? Hát figyelj, álmokat tulajdonképpen. Vannak hamburgereink, van corn dog, az most egy újítás. Itt legolcsóbb hamburgerünk az 4190, és úgyhogy az már természetesen színezve van zöld bucival. A mi különlegességünk az, Európában egyedülálló módon ezzel a tematikával, hogy színes hamburgereket árulunk, piros, kék, zöld, fekete. Nincsen fesztivál shop nélkül. Nézzük meg, hogy milyen mörcsöket lehet kapni és mennyiért. Egy póló az 25 euró, egy kapucnis pulóver 42 euró, és 1 eurót 396,36 forintért vesznek át, ami lehet, hogy a sziget végéig még akár sokkal több is lehet. Én is, hogyha külföldi lennék, akkor valószínűleg felöltöznék tetőtől talpig szigetbe, de mivel nem vagyok az, ezért nem teszem. A fő attrakció nem más, mint Dua Lipa. Ha jól tudom, akkor a mai napra minden jegy elfogyott. Reméljük, hogy velünk fogtok tartani az elkövetkezendő másodpercekben is, illetve iratkozzatok fel a port.hu-ra, holnap is találkozunk. Sziasztok!